Rákos, Rákos, hová lettél? Szép híredből, de kiestél. A középiskolai történelem tanulmányaink során mindannyian tanultunk a középkori országgyűlések és hadrakelések színteréről, Rákos mezőről, és emblematikus pontjáról, a magyar királyok választásának helyszínéről. Azonban a Rákos mező pontos fekvése teljesen kikopott a köztudatból, ma már a múlt homályába vész. Egy magas, teljesen árvízmentes, homokbuckás területen futottak össze az utak az Alföldről, hogy aztán a töltésen át bejussanak Pest városába. Ez a hely volt az, ahol gyülekeztek, találkoztak a kereskedők, hogy a szűk és kényelmetlen úton a vásárterekre jussanak. Ide gyülekeztek az ország küldöttei is. Rákos mező magában foglalta tehát a későbbi elnevezések szerint István mezőt, Liget-Teleki dülőt, Törökőrt és Rákos falvát. A gyülekezők a lehető legközelebb akartak lenni a budai várhoz, de ennél közelebb nem mehettek a vizenyős, mocsaras terület miatt. Innen északra a Városliget erdő volt, valószínűleg a király erdeje, ahová a királyút, a mai Király utca vezetett. A magyar történelem sorsfordító tanácskozásai fővárosunk 10. kerületéhez, a Kőbánya felső rákosi királydombhoz köthetők, ahol már az Árpád kortól kezdődően tartottak országos gyűléseket, főleg királyválasztás céljából. Háború idején a hadak gyülekezőhelye is szintén itt volt a csörgedező Rákos patak mellett. A magyar nemzet egyik emblematikus helyévé vált Rákos mező, hiszen az országgyűlések emléke néhány szomszédos nép szókincsébe is bekerült. Olyannyira, hogy például a lengyel rokos kifejezés, ami az országgyűlésen megjelenő egész nemesség felkelése a király ellen, vagyis lázadást jelent, a magyar Rákos szóból származik. A lengyel nemesség ugyanis a Rákos mezei rendi országgyűlés tekintette mintának. A szó a cseh és az olasz nyelvben is megtalálható rákos, illetve rokos alakban, viharos gyűlés, zendülés, zajongás jelentéssel. Az első országgyűlést a Rákos mezején 1277-ben IV. Kun László király idejében tartották. Az ő uralkodása alatt kezdték Rákos mezőt az ország közepének nevezni. Ám a rendszeres rendi országgyűlések gyakorlata csak a 15. századra alakult ki. A köznemesség és a szabad királyi városok küldötteinek nagy létszáma miatt ideális helyszín volt a főváros tőszomszédságában lévő üres térség. A gyűlések középpontja a király sátra volt. Ezt egy a síkságból kiemelkedő halmon állították fel, melyen rajta is ragadt a királydomb elnevezés. A főpapok, valamint a főurak ugyanakkor a városi palotáikban üléseztek, és követek útján tartották a kapcsolatot a Rákos mezőn táborozókkal. Ezen a helyen választották királlyá Károly Róbertet, Hunyadi Mátyást. Innen indult ki az eredetileg keresztes háborúnak induló Dózsa-féle jobbágy felkelés, majd ugyanitt, ugyanezen évben lezajlott a megtorlást intéző országgyűlés is. 1505-ben II. Ulászló halála után a magyar nemesség itt határozott arról, hogy nem választanak többé idegen uralkodót, csak született magyar. Ez volt az emlékezetes rákosi végzés. Az utolsó Rákos mezei országgyűlést 1540-ben tartották, történetének végére a török hódoltság tett pontot. Ezt követően a törökök kaszálójaként funkcionált, majd mezőgazdasági területté vált. A Habsburgok előtti független Magyarország emlékképeként a régi dicsőség szinonímájaként tekintettek erre a területre. Szellemiségét hiába próbálkozott feléleszteni II. Rákóczi Ferenc, vagy később
az 1848-49-es szabadságharc politikusai. Az irodalomban sikerült megidézni a hely szellemét. Haj, látom őket sátoraik közül, a népesülő térre tolongani. Buzgó kebelt látok hazámért, slánk szemeket, dagadó könnyekkel. Írta Kölcsey Ferenc 1821-ben, megemlékezve a Rákosmezei országgyűlésekről. Az elmúlt évszázad visszavonhatatlanul átformálta Rákosmező területét. Mára a város szinte teljesen bekebelezte ezt a területet. Az egykori királydom sem látszik már a környező házaktól. Talán még nem késő, hogy valamit megmentsünk az utókornak abból, ami egykor az ország életének központja volt. Védjük meg, ami megmaradt belőle. Legyen Rákosmező nemzeti emlékhely, hogy mindörökké emlékezni tudjunk hazánk történelmének dicsőséges pillanataira.